gira il mondo. E gira il mondo e giro te. Mi guardi e non rispondo, perché risposta non c'è nelle parole. Bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il tuo uscito, calda come il pane, ombra sotto un pino, mentre da lontani stai come forever. Lavoro tutto il giorno e tutto il giorno penso a te. E quando il pane forno lo tengo caldo per te. Chiara come una bici, come un lunedì di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella forte come un fiore, dolce di dolore, bella come il vento che t'ha fatto bella. Detto Domenico vagliò. Én is már általános iskolába jöttem, ami Érden található. Én egy állomhangú vagyok, és ennek a Berta Dominiknak az álmában jártam egyszer. Azt a feladatot kapta a Széchenyi István általános iskolában, hogy írjon egy mesét, melyben 9 szó feltétlenül szerepel. Mátyás nem sokat törte a fejét, rögvest írt is egy mesét. Így születtem én, akit most itt láthattok, a varázsló. Hűszolgám a békasi megmentésemre, ám ez csak úgy sikerülhetett neki, ha kiáll 3 próbára. Hogy hogyan állta ki a bátor béka a próbában? Az a meséből kiderül, ha elolvassátok. Egy börtönbe jártam, hogy most kint legyek. A becsületesen a szabókormagás, művel azért mi Széchenyi is. Volt a királyom hűséges szolgája, hol egy csodakanyó boldogságú zászló. Érte vetettem magam égő lám tüzébe, örvényből fogom ügyes művébe. Gonoszok falkasát kergettem eztébe, bánakból örömre fordult a legvége. Van 4 testvérem, mind a 4 lám. Neki segített Pankára kutyák. Ő nagyon sokat játszik égvér szomjas kutyákkal, csutakkal és alkosszal. Jóka testvérem nagyon sokat mond mesét. Bogláka már 13 éves. Betty közülünk a legidősebb. Ő már elmúlt 14-es. Esztendős. Hogy a próbákat külön felsorolja, az első próbában le kell szednie a hajnal előtt iráját. Másodikban úgy kell